Jó napot kívánok! Kicsit megpróbálok oldalra állni. Köszönöm szépen a gyors, rövid, frappáns felvezetést Gyurinak. Igazándiból én most itt a Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló nevében jöttem, és egy 2010-ben készült, és akkor egyszer a Polarisban bemutatott előadásnak a remékével készültem. Én úgy gondolom, hogy ennél jobb helyszín, és ennél jobb alkalom, ennél jobb időpont nincs is, hogy ezzel a előadással itt bemutatkozzak önöknek, bemutatkozzak nektek, ismerik jobbára egymást, úgy gondolom. Akkor, amikor erre az előadásra készültem, magam is meglepődtem 7 évvel ezelőtt, hogy az a távcső, amit mi éveken keresztül csak Győrben ismertünk. Hallottuk, hogy talán Fehérváron is ilyen van, miskolciakról volt, akkor még nem tudtunk. És amikor elkezdtük a kutatásokat, elkezdtem a régi könyveket lapozgatni, magam is meglepődtem, hogy bizony az akkori népi bemutató csillagvizsgálóknak a többsége ilyen távcsövekkel, vagy ennek a különböző evolúcióival készült. Attilának az előadásában láttuk ugye a Könyveskánlán gimnáziumban az első távcsövet, azt a fotót én is betettem, de szerintem csapjunk is bele, mert az idő nagyon kevés. Kezdetek. Ugye első népi csillagvizsgáló, Uránia csillagvizsgáló, úgy gondolom, hogy Attiláék már előttem nagyon-nagyon sok szép szóval méltatták, nem véletlenül. Gyakorlatilag ez volt az első olyan csillagda, ami bemutató csillagvizsgálóként működött, és annak ellenére, hogy nem profi csillagvizsgáló, mégis profi szinten mutatták be a csillagászati dolgokat. Gyakorlatilag 1947. szeptember 23-án kezdte meg működését. Ezt követően az Uránia sikerére nagyon-nagyon sok bemutató csillagvizsgálót létesítettek. Nem teljes a lista, viszont az a része, amit én kikékítettem, az bizony mind-mind egytől egyig orgoványi féle mechanikákkal készült. Ugye nem is olyan kevés, ebből 3, ami most egyébként működik. Lássuk sorba, hogy vajon hogy néznek ki, hogy jöttek létre ezek a különböző csillagvizsgálók. Ugyanez térképen. Nézzük ugye még egy picit az előzményeket, hogy vajon a csillagvizsgálók létesítésénél milyen szempontokat kellett nézni. Hát nagyon fontos ugye az Balaton csillagvizsgáló alapításánál hallhattuk, hogy nem csak az a fontos, hogy létrehozzuk a csillagdát, hanem működtetni is kellett. Nyilván meg kellett keresni elsősorban azt az intézményt, aki ezt tudja működtetni. Művelődési házak, lásd, mint például itt Székesfehérvár, középiskolák, egyetemek, Nyíregyháza, Zalaegerszeg, láttam itt oldalt ezt a tablót, nagyvállalatok, Dunai város például, és Győr is az elején. Ki legyen a célközönség? Hát ugye nem kérdés, mindenki, mindannyian, mi magunk, a nép, hiszen népi csillagvizsgáló. De talán úgy gondolták, én úgy gondolom nagyon helyesen, hogy diákokat kellene elsősorban megcélozni, mert az ő alapműveltségüknek egy nagyon-nagyon fontos része. És nyilvánvaló, hogy mivel a távcsövek egy része adott esetben gyárakban készült, vagongyárban, Dunaivárosban, miskolci kohászati műveknél, egyértelműen a gyári dolgozókat is megcélozták. Például a győri távcső is az első időszakban bizony csak a győri vagongyár dolgozóinak volt nyitott, vagy nem sokkal később lett ugye nyilvános. Az első fecske 1956. június 24-én nyílt ugye Budapesten, Könyves Kálmán gimnázium. A mechanikára ugye igazániból nagyon könnyen rá tudunk ismerni, megpróbálom a lézert megkeresni még egyszer, ez a felső. Az oszlop még jóval bonyolultabb, de maga a mechanika része, a finom mechanika része ugyanaz. Orgoványi Jánosról sokat hallottunk, én Aurél bácsitól kaptam néhány plusz információt, hogy ő nem volt mérnök. Ő tervező technikus volt a MÁV-nál, a MÁV tervező intézetnél, és nem véletlen, hogy a Landel Jenő járműjavítóval közösen építették meg ezt a távcsövet. Ez volt egyébként az egyik olyan távcső, amelyek a kivitelezésében is részt vett, nem csak a tervezésében. Gyakorlatilag én úgy gondolnám, hogy ez lehetne a prototípus, és pontosan emiatt a bonyolult talpazat miatt gondolom azt, hogy ettől eltértek. Itt ezen a maketten már szépen látszik, hogy sokkal egyszerűbb megoldásokat alkalmaztak későbbiekben. Nekem nagyon tetszett ez az idézet, Ég és Föld magazin. Az iskolából kikerülő minden fiatal legalább annyit lásson a távcsövön át az égboltból, amennyit Galilei látott. Én úgy gondolom, hogy ezekkel a műszerekkel, ezekkel a 25 és 40 centi közötti műszerekkel, többsége ugye 30 centis műszer volt, ezt bőven túl teljesítettük. Hála Istennek, ez az én szerencsém is. Én úgy gondolom, nagyon sokunk szerencséje. Kulindjő csillagvizsgálónál kerestem azt, hogy vajon mi lett ebből a távcsőből. Gyakorlatilag 76-ig működött a csillagvizsgáló, majd egy viszonylag hosszú passzív időszak után 2000-ben sikerült felújítani,
és ugye 2001-től veszi fel alapítójának, Kulin Györgynek a nevét, Attila előadásában láthattuk a nagyon szép felvételt. Ezen a fotón látszik, hogy itt is bizony már modern mechanika van, tehát itt is a régi hagyományos távcső már nem működik tovább. Győr, mi voltunk a másodikak. Én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy mi voltunk az elsők, de ha szigorúan nézem, akkor ezzel a csőoszlopos mechanikával ez volt az egyik első távcső, és nem csak az egyik, hanem ott volt bizony a második is, az olengesztegi főműszer, ami a két távcső együtt készült, tehát gyakorlatilag ezt a két távcsövet, nem mondom még melyik az első, melyik a második, teljesen párhuzamosan készítették. Az előadásban most nem tettem be, de van olyan fotó a birtokunkban, hogy a kettő távcső fémtisztán egymás mellett szépen várja jobb sorsát. Az első távcsőként azért merem mégiscsak mondani egy Győrit, mert ez volt az első, ami csillagfényt is látott, és ez volt az első, ami igazániból bemutató csillagvizsgálóba is bekerült. Gyakorlatilag szocialista szerződést kötöttek, furcsa hangzik ugye most, de úgy gondolom, hogy nevezzük bárhogy, a lényeg az volt, hogy a adott nagyvállalat, lásd például a vagongyár, elkészítette a mechanikát Orgoványi Jánosnak a tervei alapján. Úgy tudom, hogy néhány finom mechanikai alkatrészt az Urániában esztergáltak, de a nagy többségük az ott Győrben készültek. Cserében, hogy a mechanika elkészült, az Urániából kaptak még optikát is hozzá, és Győr például a másodpéldányt átadta az Urániák. Itt látszik egy fotón fémtiszta állapotban, ezen a képen csak egy távcső látszik. És ugye itt már felírtam, hogy másik műszer került Zalaegerszegre. Van egy szép tabló, ezeket 2010-ben a Polarisba kiállítottuk, egy egész sorozat. Itt a távcső avatásának a fényképeit láthatjuk. Látszik azt, hogy még itt egy lapos tetőn van, nem volt még kupola a távcső fölött. Gyakorlatilag azon az észlelő teraszon volt, amelyen 1943-44-ben egy légvédelmi üteget is találhattak az akkori városba járók. A légvédelmi ütegnek jó volt eljárt távcsőnek, meg abszolút tökéletes volt egészen addig, amíg a fényszennyezés ezt megengedte. Itt még egy fotó a távcsőről, Szitter Béla bácsi, valaki a szakkörnek az alapítója és vezetője volt. Egy nagyon fiatal, ifjú titán, úgy hívják, hogy Dévai Anti, későbbi Dévai Antal szakkörnek a következő vezetője, ő egészen 2000-ig vezette mind a szakkört, mind a győri bemutató csillagvizsgálót. Én tőle vettem át 2001-ben, amikor ő sajnos már kevésbé ért rá, és úgy gondolt, hogy átadja a stafétabotot a fiataloknak, és 2015, jól emlékszem, ugye Kornél, és lassan 2 éve ősszel volt, hogy én ugye Budapestre költöztem, és Pércsi Kornél vette át a csillagvizsgálónak a vezetését. Még néhány fotó a teraszról, látszik itt egy másik távcső, ami azért is érdekes, mert ezt a távcsövet a győri szakkör 1955-ös megalakulásának 10 éves évfordulójára az Uránia csillagvizsgálótól kaptuk részben. Csillagdától kaptuk a lencsét, ez egy 152/1600-as légréses Kepler optika, kaptuk az orgoványi féle rajzokat, már megint csak ez az orgoványi, és maga a vagongyár volt az, aki elkészítette hozzá a távcső tubust az összes finom beállító szerkezettel. Megnyílik a csillag, de 1970, lapozok is tovább, Kornél szerintem majd fog erről beszélni. Ugye itt már Méltó kupolát kapott az épület, erről annyi esetleg az érdekesség, hogy a kupolát vagongyári tervek alapján Horváth Marcelnek az édesapja tervezte a kupolát, Marcinak a neve úgy gondolom amatőrkörökben nem ismeretlen, a győri Bercsényi szakközépiskola diákjai készítették, többek között azóta vasúti dolgozóként én találkoztam egy nyugdíjas bácsi, aki nyári gyakorlaton ezen a kupolán dolgozott. Érdekes munka volt, úgy gondolom, kicsit talán jobb, mint a kalapács reszelgetés. Itt az épület, 1985-ben felújították egyébként, érdekes az, hogy 1909-ben épült, 1910-től működött itt a Károly Zeiss, ugye Carl Zeiss optikai gyár. Attilától kaptam egy nagyon jó linket, magam is meglepődtem, hogy milyen helyzet komikum, hogy a eredetileg optikai művek tetejére került később egy csillagvizsgáló. Maga a gyár egyébként 42-ben tönkrement, az akkori hadiszállításokat nem fizették ki, ezt már nem tudták kiheverni. 1990 új helyszínre kerültünk, innentől kezdve a Széchenyi István Főiskola, később Széchenyi Egyetemnek, a kollégiumának a tetejére került, a csillagvizsgáló épület a távcsövestől daruval lett felemelve, Kornél mutat majd róla szerintem egy videófelvételt. Ennek az volt a legnagyobb előnye, hogy innentől kezdve bármikor be lehetett menni, ugye a kultúrházba bizony este bezárták. Itt gyakorlatilag a kollégiumnak az életében mi vagyunk a legcsendesebb szomszédok. Mondom, hogy nem véletlen. Többszörösen felújítottuk, nagyon látható az, hogy nem csak festegettük a távcsövet, hanem a
mechanikának néhány alkatrészét kicseréltük, kupolát befestettük, csak az, hogy az addig alumínium kupola kívül fehér belül fekete festést kapott, 25 fokkal csökkentette a hőmérsékletet. Ajánlom mindenki figyelmébe, aki még ezelőtt áll. Aztán ugye klubfoglalkozások, távcsöves bemutatók folyamatosan működött, és itt a lényeg. Ez a távcső is kapott egy olyan korszerűsítést, Butuza Tamásék által kivitelezett léptetőmotoros óragépes vezérléssel, hogy most már ez is egy modern, korszerű távcső. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a műszereknek a tovább élésének ez az egyik titka, hogy a hagyományos óragépet, ennek is egy régi súlyos óragépe volt, 80 kilós ohmot kellett a cső közepén felhúzni, hagyományos pörgetyűs óragépként nagyjából 10 percet tudott működni, egy ilyen tökéletesen most már korszerű mechanikával, korszerű óragéppel tudtuk felújítani. Napkivetítés BMW. Kaptunk egy régi fényképet Attilától, és rájöttünk, hogy ez nem lehetett más távcső, mint a Győrben elkészült másodpéldány. Úgy, ahogy a pécsi műszerről is olvastam, hogy nagyon sokáig az Urániának a folyosóján várta jobb sorsát, ugye az Tiszapalkonyán, Leninvárosban készült, az alelgerszégi távcső is előbb elkészült, mint maga a csillagvizsgáló. 1960-ban a BMW-re szépen ki is vitték, nagy sikereket értek el a távcsővel. Az érdekesség egyébként az, hogy találtam egy levelezőlapot, Kornél majd átadom neked, amelyben a győri vagongyári dolgozók írnak haza, hogy a brnói nemzetközi vására kivitt távcső óriási sikerrel debütált. Arról nem kaptam infót, nem láttam semmi nyomot, hogy tudtak-e egyáltalán eladni. Tehát ezt a műszert külföldön is megmutatták. Az alelgerszeg 1962. november 2-án avatta föl a 30 centis távcsövét, amelyről annyit olvastam, hogy nagyon-nagyon sokáig az iskola udvarán volt használva, nem volt méltó épülete, ennek is egy letolható kis bodegája volt, és egészen mai napig, amíg itt ezt a tablót megtaláltam, nem volt bővebb információm arról, hogy vajon mi történt ezzel. A tablón láthatjuk, hogy itt is bizony szomorú vég volt. Én abban az egyben bízom, hogy legalább maga a műszer megvan. Még ha magánkézben is, de valakinél reméljük, hogy megvan. Miskolc, maga a csillagászati élet, maga a csillagvizsgáló, nem ez a mostani toronyház, hanem az elődjeivel, bizony már jóval régebbi volt, de én itt a dátumoknál a távcsőnek, az avatásának a dátum szerinti sorrendjét választottam. Miskolc volt a következő, mondhatjuk azt, hogy a harmadik olyan csillagda, akik ugyanilyen 30 cm-es távcsövet használtak. Nem kellett messze menni, Miskolc ipari nagyváros volt, Lenin kóházati művek, Diósgyőri gépgyár álltak össze, akik a távcsövet megépítették, és a toronyházról egy érdekes adalék, úgy gondolom nagyon sokan tudjuk, de érdemes mégis megemlíteni, hogy eleve úgy tervezték az épületet, hogy a tetőszinten csillagvizsgáló létesüljön. Tehát nem később faragták oda, mint például Győrben a egyetemi Kolesz lépcsőház tetejére faragtak rá bennünket a maga hátrányával együtt, hanem bizony már úgy van megtervezve az egész épület, hogy a távcsövet is nagyon stabilan tudja tartani. Nagyon szép az a betonoszlop, amin a távcső támaszkodik, és az egész feljárás is nagyon gusztusosan van megépítve a tárgyalóval, illetve oktatóteremmel egyetemben. Szabó Gyula csillagvizsgáló napjainkban. Nagyon örülök annak, hogy volt szerencsém nálatok járni, és innét loptuk egyébként korábban az ötletet, hogy ilyen egyszerűen és remekül meg lehet oldani az óragépnek a modernizálását. Hát büszkék vagyunk rátok is, itt is működik a távcső. Az optikája úgy tudom eredeti, nyilván ti is gőzöltetitek időnként, ugye, hogy mi is, de egyébként ez is folyamatosan 2000-ig kicsi szünet, majd úgyis elmondott 2000-től folyamatosan várja a látogatókat. Néhány képet, saját fotót még betettem az előadásba. Eljutottunk Dunai városba, ismét egy nagy vállalat. Dunai Vasmű, illetve a Munkás Művelődési Ház volt, aki háttérintézményként működtette a távcsövet. Rapcsány Misi bácsi, Csiba Márton bácsival, Csiba Marcival még volt szerencsém találkozni. Fantasztikus, karizmatikus emberek, nekik sikerült a vállalatnak a vezetését, például Závodi Imre vezérigazgató helyettes urat meggyőzniük arról, hogy egy ilyen távcsövet létre kell hozni. Én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus eredmény ez is. Elég szomorú, hogy az épület, ahova az elkeljezésre került, ez a nagyvállalatnak az igazgatósági épülete, itt is a bejutáson bukott a történet. Hiába volt egy nagyon jó felszerelt csillagvizsgáló, éjszakára az épületet bezárták, közlekedés nem volt biztonságosan megoldható, sajnos hamvába volt ez is. Látszik itt, hogy az igazgatósági épületnek a tetejére került a kupola. Látszik azt, hogy távcsőépítő ipari tanulók készítették a műszert, nyilván a gyári dolgozó mérnököknek a vezényletével, és ez szintén egy 30 centis távcső. Nitrokémia, Balatonfűzföl. 1967. június 21. A dátum nekik is kerek,
méltó az ünneplésre, úgy gondolom. Gyakorlatilag Bence Sándor és Lendvai László voltak azok a vezetők, akiknek a vezényletével mind a kupola, mind a tápcső elkészült. Az ő kupolájuknak az volt a különlegesség, hogy nem fémből volt, hanem műanyag, úgy tudom, hogy nagyon korszerű és emiatt könnyű műanyag kupolát kaptak. Szintén ugye 30 centis tápcső és a 2 méter 20 centi eszközeli fókuszt láthatjuk mindenhol. És nekik is volt egy második műszerük, miénkről majd Kornél mesél, egy nagyon-nagyon jó minőségű 110x750-es Zeiss reflektor volt az, amit még használtak a főműszer mellett. 1969, ugye a Hobbim a csillagos ég forgatásának időszaka, ezek a verbfotók egyébként akkor készültek, köszönöm Kocsis Antinek, hogy ezeket a képeket megkaptam tőletek. 2009, hát igen, itt sem volt felhőtlen a történelem, de mégis jóra fordult, mert 2012-ben megnyílt a Balaton csillagvizsgáló. Részben, jó részben nem jó hír, hogy a tápcsövet itt is kicserélték. Én nagyon örültem volna, hogyha megnyitón a tápcső valamelyik sarokban ott van, mint műszaki emlék. Amit én hallottam a megnyitáson, én nagyon remélem, hogy ez kavú állítólag mély telepre került. Úgy ezt nem kell elhinnem. Még néhány fotó megnyitásról. Székesfehérvár, megérkeztünk. 1967. szeptember 14-én avatták magát a műszert. Akkor majd keresek egy másikat, mert amiből kiolóztam, ott fehérváriként volt elmentve. Mindegy, köszönöm az alegeszégi fotót is. Mindegy, Fehérvár, 67. szeptember 14, terkálló és bemutató csillagvizsgáló. Attila már jelezte az időt. Nem sokat beszélnék erről. Szerintem hallottatok már a Fehérvárról ételeget ma. Leninváros, 1970. május 19. Gyakorlatilag a Tiszapalkonyai Erőmű és Tiszai Vegyi Kombinát volt az a két nagyvállalat, akinek a támogatásából a tápcső elkészülhetett, és az érdekesség az, hogy intézményszerűen működő iskolai tápcsőként hozták ezt létre. Itt lehet látni ezen a képen, hogy itt is bizony szocialista szerződés volt, kettő műszer készült párhuzamosan, és a pécsi volt a másik. 30 centis volt eredetileg, és a ég és föld szerint átépítették 40 centisre. A mechanika ugyanaz volt egyébként. Ózd, 1970. május 20, szintén a helyi nagyvállalatok, ez volt egy 40 centis főműszer, ez pedig az épületnek a mostani állapota. Néhány évvel ezelőtt maga a csillagvizsgáló, mint ingatlan, mint lakóház eladásra volt hirdetve egyébként. Nyíregyháza, tanárképző főiskola. Gyakorlatilag itt is egy 30 centis főműszer van, ez is a környező gyáraknak a adományaképpen készült el. Tetőteraszon volt, letolható bodegában működött. 2012-től láttam a honlapjukon, hogy újra működik, hosszú-hosszú szünet után a Nyírségi Amatőr Csillagász Egyesület tagjai fogadják a látogatókat. 2013-ban új mechanikát vásároltak, egyetlen fotót nem láttam a honlapjukon, viszont elég szomorú az, hogy legkésőbb itt a tápcsövet biztosan kicserélték, ez sem maradt meg. És igazándiból kutyafuttában ez volt az a gyors összefoglaló ezekről a műszerekről, amit úgy gondolom, hogy érdemes tudni. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.